Rendhagyó módon betartva az egészségügyi előírásokat tartották az idei Gólyahét rendezvényeit a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban, tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól. Berekfürdőben a Megbékélés házában tartott gólyatábor jó alkalom volt a 9-es osztályközösségek tagjainak az ismerkedésre, betartva az akkor előírt higiéniai előírásokat. A sok vicces feladat összekovácsolta mindhárom osztály tagjai, és közben megismerkedtek egymással is a közösségek. Ez a bizonyos gólyatáborunk volt. Ott szintén úgy gondoltuk szeptember elején, 4-én és 5-én, hogy megpróbáljuk megrendezni a rendezvényt. Külön buszt szerveztünk, tehát nem a tömegközlekedést használtuk, ott is ugyanazzal a közösséggel találkoztunk, tehát senki más nem volt rajtunk kívül, úgyhogy ezért mertük megkockáztatni a dolgot. A gyerekek igazából jól érezték magukat, ott tudjuk, hogy annak negatív hatása igazából nem volt ránk nézve, itt pedig reménykedünk benne. Továbbra is a járványhelyzet az, ami meghatározza a mindennapjainkat. Úgy gondoltuk és úgy döntöttünk, hogy a 9-eseknek a Gólyahét eseményeit megpróbáljuk megrendezni, hiszen ugyanabban a közösségben vannak, mint ahol minden nap találkozunk. Más vendéget nem várunk ezekre az alkalmakra, és az eddig jellemzően, vagy nagyobb rész jellemzően benti feladatokat is megpróbáltuk kitenni ide a szabadtérre. Kedden, szerdán és csütörtökön folytak és folynak még egy picikét ezek az események. Itt az osztályok feladatokat kapnak, tulajdonképpen egy kicsit egymás ellen is versenyeznek, de igazából az a célunk, hogy egy ilyen közösségformáló hatást próbáljunk meg elérni. Azóta szigorodtak az előírások. Kézfertőtlenítés, maszkviselés az iskolában, de nem akarták elhalasztani a gólyahetet, így a héten 3 nap a szünetekben az iskolákban kaptak vicces feladatokat a diák önkormányzat tagjaitól a legkisebb refisek. Ebben volt udvari ügyességi feladat, rajzos, de gyűjtögetős is. Jellemzően iskolánknak a diák önkormányzata szervezi a programokat, ugye általában azért minden osztályban megtalálhatók azok a közösségre nagyon jó hatással lévő kreatív kis diákok, akik nagyon szívesen csinálják ezt a dolgot, és Tóth Andrea tanárnő fogja össze a munkájukat. A Gólyahét gólyaavatóval, azaz a 9-esek vicces fogadalom tételével és a 10-esek műsorával ért véget, amit most az iskola tornatermében rendeztek meg zárt körben, a szülők és a meghívott vendégek jelenléte nélkül. Itt adták át a heti versenyek díjait is.